Jön a hideg, jön a tél. Az autóban lévő akkumulátorok egyre nehezebben viselik a megpróbáltatást reggelente. Ezért nézzük meg egy multiméterrel, hogy ha reggel nehezen indul, vagy abszolút nem indul az autó, hogy vajon hol lehet a baj, mert nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egyből szaladnak a boltba egy új akkumulátorért, berakják az új akkumulátort, és még mindig nem. Úgyhogy egy multiméter segítségével kb. Egy olyan 10 perc alatt rá lehet jönni nagyjából, hogy nem is nagyjából, nem egész pontosan, hogy hol van a baj. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogy is van ez. Ilyen 3-5000 forintért lehet venni egy ilyen olcsó Tesco-s vackot, ami tökéletes a mi célunkra. Az a lényeg, hogy ez most kikapcsolt állapotban van, és itt van ez a volt DC, azaz egyenáram, azt a 20-ra állítjuk, a 20 voltra, és akkor megnézzük, még be se indítjuk az autót, megnézzük, hogy egyetlen az akkumulátorban van-e elegendő áram. Na nézzük meg. Piros a pozitív, az akkumulátorra meg van jelölve, a fekete meg a negatív, de rárakjuk, és mutatja, hogy 12,4 volt, ez elegendő. Aztán az akkumulátor sokszor akkor is tudja a feszültséget, hogyha már haldoklik. Ilyenkor érdemes megnézni indítás közben, ugyanitt a csatlakozóknál, hogy indítás közben ne essen le ilyen nagyon drasztikusan, ilyen 10 volt környékére essen le maximum a feszültség. Ha az alá esik nagyon mélyre, mint olyan 3 voltra leesik, akkor az akkumulátor kuka. Aztán szokott még lenni baj a töltéssel, itt van egy generátor, itt bent, és ez felel azért az autónak az áramellátásáért, a motor tekeri, áramot termel, és itt ezen a vezetéken keresztül tölti az akkumulátort. Ezzel a vezetékkel most nekem probléma volt, hogy itt a csatlakozásnál itt szétégett, és beraktam egy új vezetéket végig. Vékonyabb nem volt, úgyhogy csak ez a nagyon vastag vezeték jutott. És hogyha beindítjuk a motort, úgy lehet letesztelni, hogy jó a generátor, hogy annak van egy bizonyos feszültsége, azaz 14 és 14,4 volt között kell, hogy legyen. Nézzük meg, hogy jó-e. Aztán, ha már jár a motor, akkor dettó rá lehet nézni. És az a lényeg, hogy járó motornál ezt kell neki tudnia. Ezt a 14,4 meg 14, na mindegy, ilyesmit kell neki tudnia, ezt a 14 és 14,5 között. Azaz a generátorunk jó, az biztos. És leállítom, hogy tudok tovább magyarázni. Még többek között azért sem indulhat az autó, mert itt a csatlakozóknál, és elég sűrűn előfordul, hogy ahogy a saru rá van nyomva erre az ólom pöcökre, az akkumulátornak a sarujára, így rá van tolva, a kettő között oxidáció lép föl. Elég sűrűn előfordul amúgy, hogy nem jó a kontakt, az érintkezés, és emiatt nem indul az autó. Aztán kábel probléma, dettó sűrű, hogy az önindítóhoz vezető vezeték, ott is lehet probléma. Lehet mérni végig feszültséget, hogy a generátornál mennyi a feszültség, itt mennyi a feszültség. Aztán indítózás közben az önindítónál mekkora a feszültségesés, hogy a kábel jó-e. És ha igazából minden rendben van, az akkumulátor is rendben van, akkor kizárásosokon az önindítóval lesz probléma. De tényleg nem kell egyből boltba szaladni új akkumulátorért, mert elég sűrűn előfordul, hogy az aksinak semmi baja nincs, és mégse indul az autó. Ja, meg még a másik dolog, hogy hidegben az akkumulátor nehezebben töltődik sokkal, és az ember kis útra szaladgál ilyen 5-10 kilométerekre, akkor egyszer nem tud visszatölteni, és a reggeli hidegindítás túl sok áramot hoz ki az akkumulátorból, nem tudja visszatölteni, és szép lassan egy hónap alatt lemerül az akkumulátor, hiába járkálunk vele. Érdemes néha
rendesen föltölteni egy hálózatról üzemeltethető kis rendes akkumulátor töltővel, és akkor utána bírni fogja egész télen. Plusz még a földeléssel is szokott probléma lenni, nekem is volt. Itt van a régi földelésnek a szétcincált madzagja, és igazából a földelésnek a kasznihoz csatlakozott része ott egyszerűen elkorodált, és nem volt rendes földelésem, úgyhogy csinálni kellett újat. Sokszor ez is okozhat galibát, ha nincsen földelés, dettó nem indul az autó. Nagyjából ennyi. Érdemes amúgy a csatlakozókat végignézni. Délelőtt, hogy minden rendben van-e, nem zöld a vezeték. Jól működik-e minden. Az önindítónál, hogyha reggel indítunk és az indítás helyett csak egy kattanást hallunk, hogy tik-tik-tik, azaz a Bendix behúz, de maga a tekerés nem indul el, az meg az önindítónak a szénkeféje valószínű. Ha meg indítózik, de túl lassan, akkor meg kevés áramot kap az önindító, vagy már betegeskedik a szénkefe. Szóval ezt egy ilyen multiméterrel egész jól lehet orvosolni, hogy hol van a probléma. Nagyjából ennyi, egyszerű ez, mint egy faék. És nem kell hozzá nagy tudomány, csak ezt az egy állást kell használni. Feszültség és 20 volt. Ennyi. Meg tudni kell, hogy melyik a mínusz és melyik a plusz vezeték. Remélem, hogy tudtam segíteni. Sziasztok!